Emellett a nehézségek mellett ez egy kifejezetten jó teljesítmény. A magyar női kézlabda válogatott Norvégia bravúros legyőzésével a debreceni középdöntős csoport harmadik helyén végzett, így az ötödik helyet játszott a hazai rendezésű Európa-bajnokságon. Az ellenfél a zágrábi csoport harmadik helyezettje Franciaország lesz. Ugye az utolsó felkészülési mérkőzésünket velük játszottuk, úgyhogy van valamilyen kis képünk róluk. Persze biztos, hogy nem teljes erőbedobással játszottak azon a mérkőzésen, mint ahogy mi se. Úgyhogy ma videózni fogunk, ki fogjuk őket elemezni, hogy mit csináltak ezen az EB-n, és szerintem teljes erőbedobással fogunk nekik menni. Tristyuk Krisztina 29 góljával a magyar csapat legeredményesebb játékosa a tornán. A Dunaújváros kézlabdázójának a 7 méteres az egyik specialitása, ebből 18-szor volt eredményes az EB-n, sőt a franciák ellen meglepetéssel készül, ha ismét odaállhat a büntető elvégzéséhez. Hát a hetesnél azért nem szoktál zavarba lenni. Van esetleg kedvenc? Mint a hetes, hát két láb között szeretem, de van meg egy hetes, hogyha holnap lesz alkalom, akkor bevállalom majd egy hetes meglepetés. Németh András szövetségi kapitány szerint a Görbicanita kiesésével járó nehézségek ellenére az ötödik hely remek eredmény lenne ettől a fiatal, új csapattól. Azt vártam a csapattól, hogy mind a három helyszínen kézlabdázom. Szerintem ezt teljesítette. Ez egy új csapat, friss elképzelésekkel, aki egy világklasszissal készült fel, amit ugye pont a verseny előtt elveszített. És hát azt láttuk, hogy ez milyen nehézségekkel jár, és én azt mondom, hogy emellett a nehézségek mellett ez egy kifejezetten jó teljesítmény. A Magyarország-Franciaország mérkőzést a Nemzeti Sport Online élő szöveges tudósításban közvetíti, míg az NSO TV helyszíni riportokkal jelentkezik már a találkozó előtt is.